A lézerpont hasznosításáról és a választási bizottság tagjainak megválasztásáról is igennel szavaztak a képviselők a januári közgyűlésen. A grémium nem támogatta viszont a polgármester, illetve alpolgármesterek illetményének emelését. Szopkó Tibor azt mondta, nem azért, mert nem érdemelnék meg, hanem azért, mert a kormányzati elvonások miatti gazdasági helyzetben erre most nincs lehetőség. Tisztelettel kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg. A közgyűlés kezdetén egy perces néma felállással emlékeztek a képviselők, a közelmúltban elhunyt neves miskolciak és a holokauszt áldozatai előtt. Január 27-e az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának nemzetközi emléknapja. Az előterjesztésre vonatkozó jogszabály megváltozása miatt van szükség, és emiatt tettem erre javaslatot. Ignác Dávid jegyző, a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének meghatározásáról elmondta, hogy jogszabályváltozás miatt kell döntenie a közgyűlésnek a témában. Mokrai Mihály felszólalásában arról beszélt, hogy a Fidesz úgy döntött, még a választások előtt, hogy meg kell emelni a városvezetők illetményét, plusz forrásokat azonban nem adott hozzá. Az önkormányzat viszont nem tudja kigazdálkodni az emelés összegét, mert a miskolci költségvetésből a kormány elvont szinte mindent. Ha elfogadják az emelést, akkor a Fidesz azt mondja, emiatt nem járnak a buszok, ezért nem írják a füvet. Ha viszont nem fogadják el, akkor a kormányhivatal mondja, hogy nem tudnak várost vezetni. Ebbe a politikai csapdába a frakciónk nem akar besétálni. Azt kell mondanunk, hogy igazából jó megoldás nem született, de azt meg tudom önöknek erősíteni, hogy a frakciónk az előterjesztést nem fogja megszavazni. Azért nem fogja megszavazni, mert nincs költségvetési fedezete. Mokrai Mihály azt is mondta, hogy a mostani városvezetés még mindig gazdaságosabban működik, mint az előző. Nagy Ákos Fidesz frakcióvezető az előterjesztést blöffnek nevezte, mert bármilyen döntést hoz a közgyűlés, magasabb jogszabály már rendelkezett az emelésről. Szarka Dénes szerint a kormány olyan helyzetet teremt, amivel nehezíti az ellenzéki önkormányzatok munkáját. Szopkó Tibor alpolgármester pedig azt mondta, hogy a város anyagi helyzete nem engedi, ezért nem támogatják az előterjesztést. Ezzel a döntéssel nem ezt a munkát kívánjuk devalválni, hiszen nyilván a saját munkámról nem beszélhetek, ezt önök, illetve majd a választók meg fogják ítélni, de az alpolgármester társaim és polgármester úr munkájáról szerintem nyugodtan beszélhetek, értékes munkát végeznek, sok munkát végeznek a város érdekében. Tárgyaltak csütörtökön a grémium a lézerponttal kapcsolatos előterjesztést is. A lézerpont ingatlan azon része, amely jelenleg az ingatlanban található gyűjteményeknek helyet ad, kerüljön térítésmentesen a Herman Otto Múzeum használatába adásra. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a város térítésmentesen adja használatba a több mint 1900 négyzetméter alapterületű helyiséget, a Herman Otto Múzeumnak. Nem értettük azt, hogy miért van szükség közel 300 millió forintos bevásárlásra egy volt, tényleg egy azt kell mondjam, hogy nem túlságosan újszerű, sőt inkább lepukkant terület kapcsán, illetőlegesen azt, hogy mennyit kell rákölteni, ez egy következő kérdés lesz, ugyanis ezzel párhuzamosan 1 milliárd forint értékben a Herman Otto Múzeumot bővítették. Tárgyaltak a képviselők az április 3-ára kitűzött választások bizottsági tagjainak megválasztásáról, és napirenden volt a bölcsödék nyári nyitvatartásának jóváhagyása is. Miskolton a nagyvállalatok megszűnésével eltűntek a munkásszállók is. Szúnyog László elmondta, hogy egy cég jelentkezett munkásszálló igénnyel, amit a Fonoda udvarban terveznek megépíteni, de ehhez kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítani ezt a részt. Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk képviselője, arra volt kíváncsi, hogy honnan érkeznek ezek a vendégmunkások. Szopkó Tibor úgy fogalmazott, Miskolc gazdaságfejlesztési céljaival szinkronban készült az előterjesztés. Hogy ez egy kulcs terület Miskolc szempontjából. Úgyhogy én, hogyha így nézem ezt az előterjesztést, akkor maximálisan támogathatónak tartom. A közgyűlés 7 rendes és 2 sürgősségi napi rendet tárgyalt. Ebből a polgármester és az alpolgármesterek illetményének növelését nem fogadták el.